Jó estét kívánok! Önök a Mi Életet, a Somogy TV napi aktuális műsorát látják. Ma Kaposváron járt Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, aki országjáró körútja során minden megyében megbeszélést folytat az ellátórendszer korszerűsítéséről. Vajon milyen szerepet kap Kaposvár és Somogy megye ebben a rendszerben? Mit jelent majd a somogyiak számára az új póluskórház? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgetünk mai első vendégünkkel, Gerencsér Attilával, a Somogy megyei közgyűlés elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát 2 órás megbeszélést folytattak az államtitkárral. Miről egyeztettek, mit szeretne a kormány, és mit szeretnének önök? Talán történelmi a pillanat, most már ugyanazt akarja a kormány, ugyanazt szeretnénk mi. Mindketten azt szeretnénk, ami az embereknek jó. Azt gondolom, hogy az előző időszakban a beteg állt a sor végén. A beteg érdeke az utolsó lett. Hogy miért alakult ez így, ezt mindenki saját bálátása szerint eldöntheti, de hogy nem a közjó és a közértek vezérelte az egészségügyi kormányzás sem, az teljesen nyilvánvaló. Ki tudja, milyen magánérdekek, beszállítói érdekek, lobbik irányították, kormányozták a magyar egészségügyet, és ennek lett az az eredménye szummázható, hogy a betegek úgy érezték, hogy ez az ellátórendszer nem őket szolgálja, nem azon a színvonalon szolgálja, és ráadásul nem is igazán tudnak benne eligazodni. Mikor kell alapellátási igénybe venni, mikor kell járóbeteg ellátóintézménybe menni, mikor kell egy fekvőbeteg ellátóintézménybe menni, hol végeznek diagnosztikát, melyik betegséggel hova lehet menni, miért alakulnak ki várólisták, és egyébként, hogy 2008-ra emlékeztessek mindenkit, még ezért pénzt is kértek tőle. Sajtóban azért némileg eltérő tervek jelentek meg arról, hogy mely megyék működnének együtt. Más az elképzelése önöknek, és más az egészségügyi kormányzatnak. Közelebb kerültek-e az álláspontok ebben a tekintetben? Nézze, teljesen részletkérdés. Nem azt mondom, hogy érdektelen, de oly mértékben marginális az emberek számára, hogy szerintem őket ez nem érdekli. Mert hogy majdhogy nem teljesen mindegy, hogy ezek a nagy térségek hol alakulnak meg, és hány megyét vonzanak magukba. Tudod, minden egyes ilyen egészségügyi szervezési régió kap 1,5 milliárd forintot, egy munkaszervezetet, egyébként európai pénzt, és az lesz a dolga, hogy felmérje, hogy abban a térségben melyek azok a természetes betegutak, hogy az államtitkár úr mondta, természetes gravitációk, amelyeket, vagy ellátási formák, amelyeket az emberek szerettek, megszoktak, amihez ragaszkodnak. És ehhez lesz minden igazítva. Tehát megfordítottuk az egész történetet, és a beteg érdek állt, vagy áll a minden döntés homlokterében, ővele kezdődik, és mindenkinek ehhez kell alkalmazkodni. Bocsánat, ehhez egy konkrét példát hoznék. Tegnap a híradónkban le is ment, hogy Pogány Szentpéteren azon gondolkodnak, hogy az egészségügyi ellátás miatt, vagy a egészségügyi régiók miatt esetleg Zalához csatlakoznának Somogy helyett, mert hogy ők eddig Nagykanizsára jártak gyógykezeltetni magukat. Mi a véleménye erről? Hogy akkor nekik oda kell járniuk. Somogyi emberként, somogyi vezetőként és a Kaposi Mór oktatókórház fenntartójaként azt ajánlom és javaslom nekik, hogy oda menjenek, ahol nekik a legjobb. Ha nekik Nagykanizsa közelebb van, és úgy érzik, hogy ott megfelelő ellátást kapnak, akkor oda kell menniük, függetlenül megyehatártól, régióhatártól, mert mindaz nem volna igaz, amit egész idáig mondtam, ha őket bekényszerítenénk a távolabbi megyeszékhelyre, mint a közelebbi Nagykanizsára. Ennyi. Igen, csak ugye ezzel kapcsolatban az egészségügyi finanszírozást is át kell alakítani, mert hogy most azért jönnének, vagy kellene jönniük Kaposvárra, vagy Nagyatádra, mert hogy itt kapják meg a fejpénzt utána. Na, ez az a káosz, aminek véget kell vetni. Tehát azon túl, amit az emberek látnak, van a szakma által, meg a fenntartók által látott kaotikus helyzet, ahol tisztázatlanok a feladatok, tisztázatlanok a kapacitások, tisztázatlan a finanszírozás. Egyébként Nagykanizsa és a Kaposi Mór kórház között bírósági per van, igen, szeretném mondani, ami gondolhatná a hallgató, vagy a minket néző, hogy akkor ellentmondásban vagyok önmagammal, miért is pereskedünk Nagykanizsával, ha egyszer azt mondjuk, hogy a betegek oda járnak, ahova akarnak. Egyszerűen azért, mert a Nagykanizsai kórház nem csak a betegeinket szerette volna,
hanem a ehhez vonatkozó finanszírozást is. De ebben a pillanatban mi meg benyújtjuk az igényünket azon nagy kanizsai betegek után járó pénzre, akik ide járnak. Akik ide járnak. Na, ez az a káosz. Hát itt ennél jobb keresztmetszetet nem tudok adni. A Semmelweis tervben, ugye, amiről most azért beszélt nagy vonalakban itt az államtitkár, ez is szerepet kap? Tehát a finanszírozást teljesen át fogják alakítani? Én úgy látom, hogy nagyon röviden mindent újjá kell szervezni, az egészségügyben is. Az újjá szervezés szinte vezérfonalként, ahogyan az ország a nemzetköltségvetését is így hívják, számos területen csinálja, az egészségügy az első az elsők között. Talán ebben érthető mondatok azok, hogy méretgazdaságosság szerint funkcionális integráció. Vagyis... Ezt magyarázzuk el. Igen, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk nagyon egyszerű példát szeretnék mondani, és ebből van 30. A gyógyszer beszerzése egy kis somogyi kórháznak 30%-kal drágább, mint a Kaposi-Mór megyei oktatókórháznak, de ha egy szerzik be, akkor mindkettőnek olcsóbb. Sőt, még mi is olcsóbban tudunk itt a Kaposi-Mórban beszerezni, ha összefogunk. És az üzemelésnek, az energetikának és számos egyéb ügynek, ami a kórházat olcsóbbá, kórház működtetését olcsóbbá tudja tenni, annyi területe van, hogy azt mi most itt hirtelen fel se tudnak sorolni. A lényege az új filozófiának, hogy megkapjuk a pénzt, ami a feladathoz, a ránk rót feladathoz jár, és ha mi méretgazdaságosan, hatékonyan, átláthatóan tudunk működni, vagyis olcsóbbá tudjuk tenni a saját működésünket, az a pénz itt marad, és orvosokra, ápolókra, magasabb szintű ellátásra, fejlesztésre költhetjük. Tehát akkor magyarán a tényleges gyógykezelés után kapják meg a valódi pénzt a kórházak. Igen, hát ez volt, ugye ez a teljesítmény alapú finanszírozás. Most az államtitkár úr mai előadásában látható volt, hogy a többszintű ellátás, ami az alapellátásnál, a házi orvoslásnál kezdődik, és a legmagasabb szintje, mondjuk úgy, hogy a transplantáció, amit egy helyen csinálnak csak az országban, a fővárosban, ezen szintek között már körvonalazódik a pontos feladatmegosztás. Hogy melyik szinttől mit vár a központi kormányzás, aztán látva a mi négy kórházunkat, kettő kicsi, egy siófoki súlyponti és egy megyeszékhelyi megyei kórház, meg az öt járó betegintézmény, ezt kell nekünk elosztani. Értem. Amit az előbb én kérdeztem, az a Pogány-Szentpéteri példához kapcsolódik. Ugye ott az volt, hogy a fejpénzt Kaposvár kapta meg, a tényleges gyógykezelés pedig Nagykanizsán folyt. Így van. Tehát magyarán a jövőben az lenne, hogy ahol a tényleges kezelés folyik, akármilyen szintű, oda fogják utalni a pénzt is. Mert eleve rendszer szinten szabályozzuk, hogy a betegutak szerint történik a finanszírozás. Nem erőltetünk, egyetlen egy betegre se erőltetnénk számára nem megfelelő ellátást, és innentől fogva nincs ez a vita. Tehát magától oldódik meg ez a probléma. Korábban ehhez az akarat hiányzott, vagy az informatikai rendszer? Hát nézze, számos kérdést tudnék most feltenni. Az akarat hiányzott ahhoz, hogy elrontotta Magyarország az európai forráselosztást, elrontotta az oktatást, elrontott mindent, elrontotta a közbiztonságot, csökkentek a munkahelyek. Itt egy magánérdekeket szem előtt tartó, nem tudom, nehéz a szavakat, a helyes szót megtalálni, milyen kormányzás zajlott, ahol mindent elrontottak. Térjünk át Kaposvárra. A kaposváriak láthatják, hogy már elkezdődött az új kórház építése, ugye, ami azzal kezdődött, hogy most lebontották azt, ami majd át fog alakulni. Milyen lesz ez a kórház, amit most építenek itt Kaposváron? Szeretjük erre mifelén mondani, hogy olyan, amilyet a filmekben látunk. Főleg az amerikai filmekben világszínvonalú lesz ez a kórház, és teljesen kompatibilis ahhoz, amit a Semmelweis terv megfogalmaz. A különféle ellátási szintek különféle finanszírozást kapnak. Itt nálunk egy magas szintű ellátás lesz. Lesznek olyan szakmák, amelyeket csak itt csinálunk arra az egész régióban, bizonyos területek. Lesznek olyanok, amelyeket a megye polgárainak csinálunk, és lesznek olyanok is, amit csak a megye székhely polgárainak csinálunk. Viszont lesznek szakmák, amiről mi lemondunk, hogy nagyatát csinálja. Éppen közösen vágtunk bele egy mozgásszervi rehabilitációs konzorciumban nagyatáddal, gyógyvízük van, hagyományosan jól csinálják,
És itt jön a lényeg, a alapvetése az új filozófiának. Ebben az esetben oda koncentráljuk a humán erőforrást, tehát a legjobb szakdolgozókat, oda koncentráljuk a fejlesztési forrást, és oda fog menni a működési forrás is. És akkor mindenki fogja Somogyban tudni, hogy ha ilyen természetű problémája van, akkor nagy hatádra kell menni. Nem akarok nagyon szakmai kérdésekbe belemenni, mert azt gondolom, hogy nem ennek a beszélgetésnek a témája ez, de milyen feladatokat fog ellátni Kaposvár? Azért kérdezem ezt, mert ugye most a Pólus kórház építése során már gondolom ezeket figyelembe kell venni. Most 29 szakmát, orvos szakmát, illetve betegségtípust, vagy nem tudom, hogy mondjam, az érthetőség kedvéért csinál a mi kórházunk. Az átalakítás nem azt jelenti, mármint az építkezés maga, hogy ez a struktúra változna, hanem azt jelenti, hogy színvonalában az ingatlan, az eszközállomány jelentősen javul. Nem lesznek sötét, kopott folyosók, hanem tágas, világos, gyönyörű helyek. És egyébként nem lesz olyan osztálya a kórháznak, mely osztályról ne lenne megközelíthető tető alatt az összes többi osztály. Vagyis ez a szabad ég alatt való tologatása a betegeknek, ami a pavilon típusú kórházakra jellemző, ez megszűnik. Tehát magyarán ez tényleg egy olyan lesz, ami egy európai szintű, illetve az amerikai filmekben látunk. Mik a közeljövőnek a feladatai, mikor fejeződik be a kórháznak a felújítása? A 15 milliárdosra bővült fejlesztésünk 8 milliárdos szakasza, vagyis több mint fele, ez év novemberében elkészül. Elképesztő tempóban láttak munkának az emberek, és hát úgy csöndesen mondom, hogy azért a büszkék legyünk mi somogyiak. Az országban elsőként tettük le a alapkövet január 4-én, az országban elsőként kezdtünk el építeni Pólus kórházat, és elsőként leszünk készen vele. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinknek pedig azt ajánlom, hogy maradjanak még velünk, mert egészségügyi témával folytatjuk a miértet. Mai második vendégem dr. Heinz Tamás, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának tagja. Ön is részt vett az államtitkárral folytatott megbeszélésen, és Szócska Miklós többször elmondta, hogy a korszerű egészségügyről csak akkor beszélhetünk, hogyha átalakítjuk az alapellátást. Jó estét kívánok! Valóban magának a Semmelweisnek is alapja az a kijelentés és az alapvetés, hogy a rendszer átalakításnak lényege, hogy az alapoknál kezdve az átépítést, az alapellátást, az alapot kell átalakítani és megerősíteni. Többen, így Éger István kamarai elnök úr is hiányolta például a lépéseket, a gesztus értékű lépéseket is, mondjuk az alapellátás vagy az orvosok felé. Konkrétan a praxisok megadásáról találkoztunk, talán pont itt ebben a stúdióban legutóbb erről is beszéltünk. Nos, már ezekről is szó esett már, hiszen a meghirdetett Semmelweisnek úgy néz ki, hogy formálódik, és szerencsére úgy tűnik, hogy a szakma, illetve a helyi politikai vezetés közös szándéka szerint. Ez ugye azt jelenti nálunk, hogy egyrészt van egy meglehetősen sikeresnek kinéző kórházprojekt, erről már hallottunk ma este, részint pedig elindulnak azok az országos jellegű programok, amelyek az alapellátás átalakítását fémjezik, és akkor konkrétan, hogy mik ezek. Ugye életpálya modellről beszélnek sok hivatásrendben ma, a pedagógusoknál, orvosoknál egyaránt. Ennél a dolog még bonyolultabb, hiszen van külön alapellátó, házi orvosi életpálya modell, van rezidens életpálya modell, hiszen ez egy hosszabb időszakra szóló, ugyanígy különféle. A nővéreknél van, diplomás ápolóknak ugyanígy fel kell állítani azt a struktúrát, azt a rendet, amelyben el lehet képzelni egy karriert, egy 35-40-45 évig tartó életpályát. Most konkrétan az alapellátásnál ugyanúgy, mint az egészségügy más területén is, ugye a pénzhiányra hivatkozunk. De ellentétben a kórházi rendszereknél, ahol a meglévő, akár 30%-os rejtett tartalékokra is hivatkozik részint a fenntartó, részint pedig maga az államtitkár úr, és ezek most már úgy tűnik, hogy nyílt titkok, hogy itt bizony van mit még keresni. Ezzel szemben az alapellátás,
amelyre igenis építeni akar a rendszer, a legkivéreztetettebb és a leginkább magára hagyottabb rendszer. Nos, ennek érdekében már ebben az évben több változást is tervez a tárca, ezek közül néhányat, ami a legfontosabb, talán mindenki megnyugtatására, hogy az adminisztráció lényeges csökkentése már folyamatban van. Ennek van egy olyan lehetőség is, hogy decemberben fogadtunk el olyan törvényt, amely lehetővé teszi kórházak és alapellátó rendszerek közötti online kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy én, mint a beteg háziorvosa, a beteg valamennyi OEP által finanszírozott intézetben történt leletét, vizsgálati leletét, az árujelentését, mindenét láthatom. De ez már létező kapcsolat? Kaposváron ez már kísérleti jelleggel 10 helyen működik, de a jogszabályi feltétel teremtődött meg ezzel Budapesten, de valóban szó esett arról, hogy ez alapvető eleme annak például, hogy ne kövessük azt a hibát, hogy a beteg, aki gyógyulást keres, azért nyilvánvaló maga igazát szem előtt tartva elmegy hétfőn egy háziorvoshoz, csütörtökön egy szakember, szakorvoshoz, és egy héttel később pedig ott találjuk őt a sürgőségi osztályon, és mind a három esetben ugyanazzal a bajával ment el, mind a három esetben ráteszik a adott szakmai protokoll szerinti kivizsgálásra, mind a három esetben történik vérvétel, és ez is az, és az őrült költséggel, és nem jutottunk előbbre. Ez mikor fog működni? Ennek a jövő elejére komplet rendszernek kell lennie, mert ez... Hát Magyarországon mindenhol így lesz, minden házi orvos. Nyilvánvaló, hogy ott, ahol internet elérés sincs még, mert sajnos vannak ilyen körzetek, ahol még sajnos azt sem mondható meg, hogy mobil internetje legyen, tehát mint mobiltelefon működés sincs olyan szinten, amely lehetővé teszi az internet kapcsolatot, de hol van, ott ez alapfeltétel lesz, illetve hát ez a bekerül magához ellátás. De ezzel csökken az adminisztráció? Ebben az adminisztráció is csökken, hiszen a már most január 1-től lehet online jelenteni, tehát nem szükséges nekünk lemezekre gyűjtögetni a jelentéseinket, ugye, hogy hány beteget láttunk el, és ott millió egy adatot rögzíteni, hanem ez egy gomnyomással azonnal online mehet az OEP megfelelő hivatalába, ami nem véletlen, hiszen ez alapján tudják aztán azt látni, hogy a nálam felírt gyógyszereket a beteg kiváltotta-e, ki tudta-e váltani, vagy pedig mit kapott helyette, történt-e a gyógyszerésznél módosítás. Igazából azt érzékeli jelentős változásnak a beteg, amit ő érez. Mit érez ebből? Igen, ez az örök kérdés, és ezt mindig igyekszünk megválaszolni, de most azt kell mondanom, hogy azt mindenki érzi, hogy jelen struktúrájában az alapellátás is működő képesség határán van, főleg amikor a nyakába kap egy influenza járvány, mint az, ami most az elmúlt egy-két hétben már elindult. Mondjon egy példát, tehát miért van a határon már a működőképesség határon? Mondom azt például, hogy előregedett a szakmánk rendkívüli mértékben. Két dolog miatt öregedett el. Egyrészt nem lehetett, a praxis nincs kinek átadni, hiszen senki nem akarja megvenni. Tehát kevés az orvos. Senki nem akar már elmenni alapellátásba orvosnak. Igen. Kettő, a nyugdíjas kollégák pedig az elmúlt 20 év gyümölcseként időzőjelben minimál béren vannak sokan bejelentve, amiből nyugdíj nem várható. Ennek megoldása van, akkor térjük rá itt egy következő feladatra. Tehát már megvan az életpálya modellnek az a strukturális része, amely 2-3 milliárd forintot igényelne mondjuk ebben az esztendőben, ami két pillére nyugszik. Az egyik egy olyan hitelrendszer kialakítása, hasonlít a picit a diákhitelhez, amely a fiatal orvosok számára megengedővé teszi, hogy egy létező praxist meg tudjanak vásárolni. Egyrészt ő neki nyilván más tőkéje erre nincsen, ebben ne rokkanjon bele, tehát ez egy fizethető, vállalható, rendkívül kedvezményes hitel kell legyen, de a hitel nyilván tudjuk pénzbe kerül, ha a kollégának nem, akkor ezt mi, mint közösség, ugye közpénzből kell, hogy finanszírozzuk. Másrészt pedig az így módon adott praxisnak a összege jelentett egy bizonyos segítséget a nyugdíjba vonuló kollega számára, hogy az egyfajta megélhetési tőkét adhat neki a hátralévő nyugdíjas éveire. Ehhez viszont az is kell, hogy a belépéskor vonzó legyen a pálya. Ehhez pedig számos dolog szükséges. Az egyik az, például, hogy azt mondja a fiatal orvos, hogy érdemes ezt nekem megtennem, mert a pálya nem választ el például a kórházi kollégáktól, hanem a fizikai távolság ellenére összeköt. Ugye erre komoly lehetőséget fölmerül, ez mint lehetőség merült mai nap is föl,
egy esetleges alapellátásnak a kórházi integrációja szakmai szempontból szigorúan meghagyja mindenféle házi orvosi vállalkozást, de a szakmai felügyeletet, továbbképzéseket, helyettesítéseket, itt legyen egyfajta segítség, ha az illető házi orvoskarnak a több szakvizsgával is rendelkezik, ebben az esetben be is tud lépni akár a szakrendelési rendszerbe, és ott is akár délután, ha tud, akkor dolgozik a szakrendelőben, mint adott esetben belgyógyász. Van előtte egy perspektíva, egy tárlat, hogy erre fele tudok én így menni, van, akkor, hogyha... Így van, és persze mindez meg is kéne fizetni magát az alapellátó rendszert, és ehhez most idén két segítség ugrik be. Egyrészt tételesen nem tudom, de ha jól vettem ki államtitkáról szavából, akkor jelentősen emelkedni fog a úgynevezett kártyapénz, vagy fejpénzet kártyapénznek szoktuk mi ezt inkább mondani. Ez azt jelenti, hogy a hozzám bejelentett betegek arányában kapom. Nem, hogy mennyivel emelkedik. Mondom, jelentősen, most miután évek óta nem vagy semmivel sem, vagy minimálisan sem, hanem inkább reálértékét sem megőrizve, tehát egyre inkább devalválódott ez az összeg. Ezért itt, hogyha a jelentősnek, én azt mondom, hogy 15-20% lenne, én azt mondom, hogy az már jelentős összegnek számít. Ez a praxisonként számolva akkor közel a 100 000 forintot jelenti. Nyilván nem az orvos zsebére, hanem a praxis fenntartására egy cég bevétel. Ezt én nagyon sokszor hiányolom a kommunikációból, hogy az orvos zsebébe szokták ezeket a pénzeket tenni, holott még oda tesszük, addig bizony adózni kell egy jó néhány lehet, és utána kerül csak a zsebünkbe, mint azt tudjuk mindannyian, akik bérből és fizetésből meg hát ugye alkalmazni kell mellette nővért. Pontosan erről szól, hogy annak a bevételét, tehát a cég összes bevételét fogja ez, mint egy 80 000 forinttal akkor növelni, hogyha mondom, tudjuk ezt a 10-15%-os növekményt tartani. Uh-huh. És hogy miből is lehet mindezt megtenni, egyrészt vannak valóban most előbukkanó föltáratlan tartalékok nem az alapellátásban, hanem az egész struktúrában. És még egy érdekes dolgon dolgozik az államtitkárság, ez pedig az a termékdíj rendszernek a bevezetése, amely a kifejezetten tudottan káros és egészségtelen élelmiszereknek a termelőre, illetve forgalmazóira vonatkozik. Uh-huh. Gondolok itt arra például, hogy a gyerekek ma tonna számra, vagy köbb kilométer számra öntik magukba a kólát, a különféle ajzószereket, és bevallanak az iskolába, és nem tudnak leülni. Uh-huh. Chipset esznek, és akkor mi, ugye prevencióval foglalkozók, pedig azon kínlódunk, hogy az általános iskola alsó tagozatos osztályában a gyerekek ne kólával köszöntsék a napot, ne chipset rágjanak az órán, hanem a szünetekben próbáljuk velünk almát etetni. Hát őrület, hogy itt már elkezdjük az egészségtelenség a nevelés. Azt tudjuk, hogy igen, a kóla, a chips az oda vezet, hogy hát komoly szervi bajok lesznek x idő múlva. Ebből bizony elég rendős tartalékot lehetne képezni. Ez már az egészségügy ötlete. Egészségügyi részét azt értem, de mit remélnek, hogy mennyi bevétel származhat ebből? Ez bizony, van erre valamilyen becslés? Lehet, igen, ez 20 és 40 milliárd évi bevételt jelentene, amit, hogyha tudjuk jól, hogy milyen tendenciák vannak az egészségügyben, az elvándorlás tekintetében például, és a szakma elhagyás tekintetében is, hiszen ne felejtkezzünk el a ma pénztárosként dolgozó korábbi nővereinkről se, akik ott vannak valahol, és lehet, hogy egy jobb fizetésért a hivatásokat újra elvállalnák. Uh-huh. Tehát ha ezt is veszek, akkor bizony ez a pénz ide kell, és nagyon fontos államtitkári megjegyzésnek tartom azt, hogy bármely tartalékot feltárunk, azonnal visszatesszük ebbe a rendszerbe, és az életpálya modellt támogatjuk meg. Tehát egyértelmű, hogy a fizetések emelésre fordítódik minden megtakarított fillér, hiszen most ez a feladatunk, uh-huh. hogy a rendszert stabilizáljuk, és próbáljuk nem növelni a bajt, ami eddig volt, hanem legalább csökkenteni. Az alapellátás milyen terheket tud levenni a kórházak hátáról? Alapvetően azt, hogy ha helyben látunk el bizonyos kivizsgálásokat, helyben megteszünk, EKG-t, vérvételt, amit sok esetben egyébként most is csinálnak a kollégák, főleg várostól messzebb esőbb helyeken, de mondok például orrfülgégészeti olyan beavatkozások, amelyek fülészeti, fülmosás, mondjuk egészen egyszerűeket mondjuk csak, ezek mind-mind olyan fontos és rettenetes idő, mert elő beavatkozások, amelyekért én nagyon sok terhet leveszek a betegről. De mikor fogom én ezt megcsinálni? Akkor, hogyha érezhetően tudom azt, hogyha ezt a munkát én elvégzem, akkor az OEPS nekem finanszírozza, ha másból nem, akkor abból az úti költségből, plusz szakorvosi rendelés költségből, amelytől én most végül is a biztosítót
Egyrészt, másrészt pedig a beteget ugye megmentettem, mert én elláttam otthon. Gyakorlatilag az a szemléletváltás következik, remélem, hogy az alapellát orvost önmaga sem tekinti beutalóírónak, és a betegei sem tekintek beutalóírónak, hanem bizony egy komoly szakvizsgával rendelkező, vagy akár több szakvizsgával rendelkező gyógyítónak, aki minél magasabb szinten az ellátást meg tudja tenni. Ha ezt meg tudom valósítani, akkor már levettem terhet egyrészt a szakrendelők válláról, hiszen azt is megtettem. A szakrendelőkben pedig tényleges, érdemleges munka folyhat, és ott pedig a kórházi ágy kiváltás történik meg, mindezt még természetesen a egynapos sebészettel, amely a kórházi ellátás specialitása fokozva egy jobb rendszer állítható össze. Ez pénzmegtakarítást is jelent? Azért kérdezem mindezt, mert ugye a sajtótájékoztatón az államtitkár úr elmondta, hogy igazán sok plusz pénz nem várható most az egészségügyben. Már az, ami kívülről külső forrásként jön. Igen, ez hangzott el, hogy viszont a tartalékoknak a ténylegesen eldugott és itt-ott elhasznált háttere az bizony a 30%-ot is kiteheti. De valamit hagyd mondjak itt Kaposvártól, ugye Budapestről 187 kilométerre, hogyha jól számolom, hogy egy dolog is elhangzott. Budapest átalakítása nélkül az egészségügy átalakítása nem fog működni. Budapesten oly sok kórház és oly sok átfedés van, és oly sok érdek ütközik. Mert hogy ott annyi pénz fogy el, hogy... Ott rengeteg sok pénz elfogy, és ott 7 működtető van, összeszámoltuk így gyorsan, hogy van Budapest, van Pest megye, van a Honvéd kórház, ugye állami egészségügyi központ, van 4 egyházi fenntartó, 4 töltelem egyház fenntartó, tehát oly sok érdekeltség van, hogy ezek mind nyilván rettető sok átfedést képezik. Egyrészt ugye azt mondhatja egy pesti lakos, hogy mennyi helyre mehet, vagy azt mondhatja egy kaposvári, hogy mennyi minden hely van Budapesten, bezzeg másoknak, de azt is mondhatjuk, hogy ez biztosan nagyon sok átfedést és fölösleges kapacitást jelent adott esetben, amelyeket észrevisíteni kell. Ezért nem ördögtől való a főváros kezelésében lévő kórházaknak az úgymond államosítása, tehát ez is ugye butaság, hiszen az önkormányzat is egy állami tulajdon, egy forma, csak más jellegű, hogy Budapesten valóban ezt a már nem egészen 2 millió embert ellátni, hát nem 40 valahány kórháznak és kórház intézménynek kellene, hanem sokkal kevesebből elég is, de ahol bizony teszem azt, sürgőségi ellátás van, nagy sürgőségi ellátás, az nem képzelhető el úgy, hogy nincs ott azonnal az idegsebész, nincs ott azonnal a mellkasebész, azt nem hívogatni kell, hanem azonnal ott van. De ebből ilyen típusú kórházból 3 elég Budapesten. Az alapkérdés az volt, és nagyon röviden kérem, hogy válaszoljon rá, hogy ezzel, hogy az alapellátást átszervezik, ezzel mennyit tud megtakarítani az egészségügy, mennyi az a teher, amit le tud venni a kórházaktól? Az alapellátásban nem megtakarítani, hanem beruházni kell, oda plusz források kellenek. Itt az előbb elmondtam, mint egy 6-7 milliárd forint idén biztosan. Én nem is így értettem, hanem átvállal feladatokat a kórházaktól. Tehát magyarán a kórházaknak viszont akkor nem kell annyi pénzt adni. Világos. Én azt hiszem, hogy ez egyébként még beláthatatlan, mert a legfontosabb itt nem az, hogy már a fideleket számoljuk, hanem az, hogy tudjunk építkezni, és csak akkor fogunk tudni építkezni, hogyha az alap ennek a háznak, ennek az új egészségháznak az alapja, ez megbízható működik. Ez pedig akkor van, hogy a ténylegesen kevesebb adminisztrációval működő, jól felszerelt, nota bene a betegek megelégedésére működő, és egyébként meg normálisan, és nem hálapénzből megélő alapellátó orvosok lesznek a rendszerben. Hát ez az alapvető feladat, ezt építjük most, és nem az a kérdés, hogy ez hol spórol meg, mert enélkül viszont nem fog működni. Ezt már próbálták többször kihagyni az alapellátást. Alapellátás nélkül nem működik az egészségügy. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Nézőinek is köszönöm szépen a figyelmet. Ezt az adásunkat és a korábbiakat is megnézhetik honlapunkon. Viszontlátásra!